16. alkalommal rendezte meg augusztus első hétvégéjén a Városi Művelődési Központ a szoboszlói Dixilen napokat. Az intézmény munkatársait idén is Fazekas Csaba szakmai tanácsai segítették. A fesztivál első napján 4 zenekar lépett a közönség elé, köztük egy hajdúszoboszlói kötődésű csapat is. A harangház előtti térre igyekszik a Marching Band tubása, néhány perccel később pedig már a koncertjükre hangolódott a zenekar. Rendhagyó módon ugyanis itt kezdődött az idei szoboszlói Dixieland Fesztivál, melynek első fellépője a Marching Band és Papa Flag volt. Este 7 órakor pedig felcsendült a 3 napon át tartó Dixi muzsika. A tér pillanatok alatt megtelt érdeklődőkkel, akik felvették a ritmust az együttessel. A fesztivál szakmai tanácsadója Fazekas Csaba is jó ízűen mosolygott a vidám zenét hallgatván. Kis idő múlva a zenekar elindult a szabadtéri színpad felé, természetesen az érdeklődők kíséretében. A nagy színpadon pedig Fazekas Csaba is beállt a Marching Band tagjai közé. A Marching Band maradandó élményt nyújtott hallgatóinak. Nagy szerepe volt ebben a hazai jazz élet kultikus figurájának, Forgács Lászlónak, azaz Papa Flagnek is. A trombitás egyedi humorával és előadásmódjával ragadja meg a közönséget. Bár melyik zenekarba tessenek figyelni, fordultam elő, soha, de soha nem tartoztam a jó zenészek közé, hanem mindegy első ilyen kis bohóc, ilyen kis mókamester, valami ilyesmi funkciót igyekeztem betölteni. Helyjel, közzel, sikerrel, vagy sikertelenül. Papa Flagnek ezen kívül az öltözéke is sajátságos. Fekete kemény kalapja a névjegyévé vált. Hajdúszoboszlón azonban mégsem ebben lépett fel, hanem egy kockás nyári fejfedőben. Most nincs itt talán a melegre való tekintettel, vagy talán azért, mert egy ilyen pici kis táskával jöttem, amiben ez a kis hangszer belefér, de akkor már összenyomta volna a kalapot. Meg a mikor a személyemről van szó, a Papa Flagről, akkor az szorosan hozzátartozik a kalap. Egyszer tőlem egy tévériporter a Királyi TV-ben megkérdezte, szabad erről beszélni? Királyi TV-ben megkérdezték, hogy te ide figyelj, papa, hát ez a kapa, az a kalap hogy került hozzád? És akkor voltam kénytelen elmondani azt a történetet, hogy József Attila színházban beszéltem meg az akkori barátnőmmel, egy rendezvút talán a macskákra, nem korábbi előadás, már nem tudom melyik volt. Lényeg az volt, hogy megjelent egy kemény kalaphoz hasonló, tessenek figyelni, egy kemény kalaphoz hasonló kalapba, és az ő utánozhatatlan stílusával közölte, mikor csodálkozó szemekkel rám meredtem, és közölte, hogy a kalap öltöztet. Igen, mondom, hát ha a kalap öltöztet, akkor átveszem tőle, na hát ez időtől fogva van nekem. Kemény kalapon, de hát ez nem az. Noha Fazekas Csaba bőgő játéka tetszett a közönségnek, a Dixieland napok szervezője nem tervezi, hogy hagyományt teremt a fellépéséből. Ez egy egyszeri alkalom volt most, hogy így alakult a helyzet. Nagyon szívesen, ha megkértek így, de ez nem, ebből nincs sorozat. Csaba idén 16. alkalommal segíti a Dixi Fesztivált szakmai tanácsaival. Elmondása szerint már kezdetben bíztak benne, hogy sikeres lesz a 3 napos rendezvény. Az első fesztivált most elárulhatom, hogy szinte partizán alapon szerveztük meg, bizonyítván azzal, hogy ennek lehet létjogosultsága, és lett is. Voltak már ezelőtt is fesztiválok, léteztek, tehát nem én találtam ki a Dixieland Fesztivált. Salgótarjánban, Szegeden volt már hagyományos Dixieland Fesztivál, de ma már azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy a hazai mezőnyben, tehát a hazai fesztiválok sorában ez a hajdúszoboszlói egy remek rangsort képvisel. A nézők között sokan voltak, akik eddig minden alkalommal kilátogattak a Dixi hétvégére. Köztük volt a hajdúszoboszlói Kátainé Horváth Mária is.
Kezdettől fogva kijárok, minden alkalommal itt vagyok. Általában ilyenkor a nyaralást is úgy szoktam időzíteni, hogy a folk hétvégén és a Dixie Fesztiválon itthon legyek, mert úgy érzem, kötelező a megjelenés, számomra legalábbis, meg nagyon szeretem mindenképpen a népzenét is, és a Dixie-t is nagyon szeretem. De nem csak helyiek, hanem az ország távolabbi településein élők is rendszeresen augusztus első hétvégéjén jönnek Hajdúszoboszlóra. Természetesen a Dixieland Fesztivál miatt. Mikor először megláttuk ezt a rendezvényt, akkor nagyon megfogott bennünket, és úgy gondoltuk, hogy ha ezt a egy hetet, amit feláldozunk az egész életünkből, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, úgy szervezzük és úgy alakítjuk, hogy ezen a rendezvényen, ha tehetjük, részt tudjunk venni, mert ez egy komoly és nagyon színvonalas, és aki ezt látja, az csak biztos gondolom a véleményét ugyanúgy tudja osztani, mint én, mert ez egy különleges dolog, hogy ilyenen díjtalanul, belépés nélkül ezt meg tudja mindenki tekinteni, olyan színvonalas zenekarokat, akit világhírű meg Magyarországon is nagyon jegyeznek. És hogyha tehetjük mi is, akkor úgy ütemezzük, hogy ebbe az augusztusi első hétvégén ide el tudjunk jutni. Este 8 órakor a Kapsa Dixieland Band lépett a színpadra. A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóiból alakult zenekar főleg a 20-as, 30-as évek Dixieland zenéjét játsza. Muzsikájuk alapja az improvizáció. Akik gyakorolt zenészek, itt most a többiekre gondolok, mert ugye én vagyok az amatőr zenész a zenekarban. Nekik talán egyszerűbb, kevesebb dolgot kell megegyezni. Természetesen nem csak improvizációkról szól ez a zene. Van egy kis megírt, összerakott rész, mert az ezzel is kell foglalkozni, tehát ebben azért munka is van, de azért ezek az improvizációk nagyon jó bele illeszkednek a zene folyamatába. A Kapsa Dixieland Band ismert dallamokat hozott Hajdúszoboszlóra, melyeket saját hangszerelésükben adott elő. A Kapsa Dixieland Bandet a hajdúszoboszlói kötődésű Jazz Qualitativo követte a színpadon. A Jazz Qualitativo neve minőségi jazzzenét jelent. Megpróbálják a jazz irodalom 20-as és 30-as évek zenéjét kicsit máshogyan, kicsit egyedibben, egyedi hangszerelésben játszani. Így tették ezt a Miért akarsz te amerikai lenni című számukkal is. Boldogan szólok, húnos, nem már rétő. Nagyúk polél, nagyú a vízjér ajzáta. Passzes kambaján, noha tülétő. A Jazz Qualitativónak két tagja is Hajdúszoboszlóról származik, a trombitás Palotai Ferenc és a tubán játszó Kovács Péter. Az együttes most mutatkozott be először a hazai közönség előtt. Volt egy kis trükk bennem, hiszen hazai közönség előtt játszottunk, Hajdúszoboszlón születtem, itt éltem majdnem 20 évig. Aztán itt csak bemutatkozni egy elég kritikus közönség, hiszen itt már nagyon sokadik, nem tudom, hogyadik a Dixieland és Jazz Fesztivál, itt azért már szakértő emberek ülnek, 16 leolvastam. És hát azért szeretünk volna jól játszani, jól bemutatkozni, hiszen azért csak az első napról van szó, és itt azért főidő van, megkaptam a szervezőktől ezt a jó időpontot, ez a 21 órás kezdés, elég sokan voltak. Igen, drukkos volt, de megpróbáltuk megoldani. Palotai Ferenc reméli, hogy a jövőben számos alkalommal léphet a szoboszlói közönség elé. Mindenképpen szeretnénk jönni, én ezt forszírozom a zenekarban, hogy hazai közönségbe jöjjünk. Most itt a Biobor és Ételfesztivált próbálom mindenképpen bevenni, ami most lesz Hajdúszoboszlón. Aztán reméljük, hogy a jövőre is és a jövőben is jöhetünk ide a Jazz Fesztiválra.
A 16. Dixieland Fesztivál első napját a Miskolci Dixieland Band fellépése zárta. A zenekar a 20. század swing zenéjét játsza. Igazából minden koncertjük egy kis jazz történeti összefoglaló. A Dixieland zenekar évente közel 60 koncertet ad, 2005-ben pedig megkapta a Miskolci Gyémántok, valamint a Múzsa díját is. Mind a kettő miskolci díj. A kettőt az különbözteti meg egymástól, hogy a Gyémántok az egy civil kezdeményezés, tehát ott tulajdonképpen a közönség szavazza meg, hogy ki az, aki megkaphatja. Általában mindig ez ősztől kezdve lehet szavazni újságban, interneten keresztül. A Miskolci Múzsadi az meg egy olyan művészeti díj, ami önmagában, hogy Miskolci egy nagyon rangos, hiszen nem csak miskolciak kapták. Például legelőször Müller Péter Szijjámi kapta meg, azután Marton Éva, operaénekesnő, utána a Miskolci Szimfonikus Zenekar karnagya Kovács László, és azután kaptuk meg mi. Tehát ez egy nagyon színvonalas művészeti díj. Én azt gondolom, hogy a magyar zenei élet krémje kapja meg, hogy ha magunkat nem is értem bele, ugye szerényen ebbe, de valamilyen szinten ez egy nagyon elismert dolog, és azt a munkát ismerik el vele, amit az ember a saját maga területén végez. Az együttes egy igazi miskolci kuriózumot is elővadott. A Big Ben's Boogie című számokat minden koncertjükön eljátszák, így a hajdúszoboszlói közönség is meghallgathatta, mely remek befejezése volt a szoboszlói Dixieland hétvége első napjának.